technikájában tudja tenni, illetve mindegyik stílus a saját technikájában használja, csak nem tudja, hogy ezt használja. Tehát a mi feladatunk az, hogy ezeket a pontokat pontosítsuk, és tudjuk azt, hogy hogyan működnek. Ezért mindenki a saját stílusát fogja bemutatni, először úgy, ahogy az fizikailag kinéz, és aztán úgy, ahogy a kiúsó által ez megváltozott és abszolút hatékonnyá vált. Bőm István, Aikido, és Polony Zoltán, Isin-Ryu. Most mutatjuk azokat a részeket, amik a legfontosabbak az anatómiai szempontból. A karcsöprése. A karcsöprése az energetikai szempontból volt fontos, és a pont támadása pontos szögben, irányban. Ezek igazából mind energetikai gyűjtéssel, tehát eszméletvesztéssel fejeződnek be, de természetesen egy bemutató alkalmával nem lehet háromszor, négyszer kiütni egymás után az ellenfelet, mert az megviseli a testet. Úgyhogy mindig csak addig a határig megyünk el, amíg azt az úgynevezett álló kiütést elérjük, ami után a harcot már nem tudná folytatni az ellenfél. Most látjuk magának a formának az értelmezését, és aztán most megnézzük, hogy milyen pontokat használunk ebben a formában. Itt a csuklópontok fogása, forgatása nagyon fontos. Aztán a könyökhajlatban van egy pont. Most ugye Aikido elemeket látunk. Igazából a technikák két-három pont találatánál már véget érnének. Biztos sokan néznek profi boxot, vagy esetleg K1-et. És sokszor látjuk azt, hogy a versenyzők félelmetes módon nagyon verik egymást, de igazából nem történik semmi, tehát mind a kettő nagyon jól állja az ütéseket. És aztán egyszer csak látunk, vagy nem látunk igazából jelentékeny ütést, és a másik mint egy rongybaba esik össze. Ez a kiúsó jitsu tulajdonképpen, csak ők nem tudatosan használják még, hanem véletlenszerűen találják el ezeket a pontokat. A kyushu jitsu lényege, hogy ezek nem véletlenszerű találatok legyenek, hanem teljesen tudatosak. Így néz ki magában az Aikidóban, de valójában a második karpont megütésénél az már rájuláshoz vezetne. Amit láthatunk, hogy a test, igen, hát itt most véletlenül sikerült is a kiütés, mármint, hogy nem véletlenül, csak igazából ebből a külső szemlélő sokszor nem sokat lát, mert nagyon pici energia, egy 7 éves gyerek ereje kell ahhoz, elég ahhoz, hogy a ponton megtörténjen a kiütés.
az új végeknél érnek véget, az új és lábvégeknél érnek véget a meridiánok, ezeknek a támadása nagyon effektív.